legkomolyabb és legfurcsább oka talán annak, hogy egyrészt ez a mérkőzés mennyire fontos, hogy a Gyergyói Hoki Klub az utolsó vereségét ugyanígy szenvedte el, de hát ennek már bizony csak nem két hónapja. Szilvesztre háranál lőtt kapuvasat közvetlen közelről. Ebben pedig indulat a Ferencváros. Razumjak lépett ki, Razumjak helyzetben, Razumjak ezeket beszokta lőni, és ezt be is lövi! Vezet a Ferencváros. 2 perc, 43 másodperc elteltével. Valentin Razumjak 8 gólos, csak úgy, mint Aiden Brady a csapatban, ezzel a legeredményesebb. 2-2-es döntetlent ért el csupán a Ferencváros a DVSC ellen, de a Fradi egyenlített a hajrában. Itt pedig egyenlít a Gyergyói Hoki Klub is. 5 perc van még hátra az első harmadból, amikor egy kúsza akció végén viszonylag sima befejezéssel Sebastian Silvestre betalál. És még az ember hátrányos kihasználásuk is jónak mondható, abszolút. Silvestre helyzetben, Silvestre vezet a Gyergyó. Silvestre második gólja, közelebb jött, 5 az 5-ben csinálja meg tehát most az akcióját a Gyergyói Hoki Klub. Bent ragadta sora a Fradinak, ugye ellentétes oldalon a cserepadok. Forgolódik Razumjak mellett, ugye Razumjaknak a védekezése az, ami inkább problémás. Nagyon jó támadásban, de maradjunk annyiban, hogy a korong nélküli védekezése az nem annyira pompás. Ez viszont egy pompás távoli gól Gyergyói részről, amely már a harmadik. Bobby Raymond góljával 3-1 a Gyergyó javára. Óriási gól volt. Egy lágykorong, ez is beakad! Wardley lövés, ezt vissza fogják nézni, egyből mutatja magasba gyanúját. Fedezte föl Renc Dániel, és Korbuly Gergellyel egyből fáradnak ki a videó, azt mondom, a szobába. Megnézték a játékvezetők, és nem adják meg a gólt. Jelenlegi legjobb magyarországi csapat között a DVTK 5-1-re vezet a Dab ellen. Turbuc, ez jó helyzet felismerés és jó helyzet kihasználás. Tóth Gergő szezonbeli első góljával közelebb hozza a Ferencvárost. Egy szép megugrás Turbuc és Tóth között. Kesztillen nem a legjobb megoldást választja. Lassú a korong, Heino hiába tör be, ezt körbe lövik a gyergyóiak, de benn marad, Tűni. És még Tűni belőheti a zavarosba, ott a nagy kapálás, és vége a meccsnek. És Rasmus Rinne ráül végül a korongra. Hiába akarták betuszkolni vele együtt a ferencvárosiak a pakkot a hálóba, nem sikerül. Ezzel a Gyergyói Hoki Klub 3-2-re megnyeri a mérkőzést.